Nyíregyházán a távfűtéses lakások 90%-ában már bekapcsolták a fűtést. Ez azt jelenti, hogy a 16.700 lakossági fogyasztóból 14.000-nél már melegek a radiátorok. Az igénylések folyamatosan érkeznek a szolgáltatóhoz. Várhatóan a következő néhány napban mindenhol elindítják a fűtést. A szolgáltatást megrendeléssel kapcsoljuk, mert megrendelését indítjuk el, tehát automatikusan sehol nem fog elindulni a szolgáltatás. Ezt a közös képviselő vagy fűtési megbízott teheti meg, írásos formában, vagy telefaxon, vagy e-mailen juttatja el hozzánk, illetve leadja telephelyeinkre a város különböző pontján, és ezt követően még azon a napon megpróbáljuk elindítani a szolgáltatást. Jó László elmondta, Nyíregyházán összesen 55.000 költségosztó van a radiátorokon. Ezek átprogramozásának 90%-ával már végeztek. Jelenleg azokra a helyekre járnak vissza, ahol nem voltak otthon a megrendelők. Az átprogramozásra azért van szükség, mert változott az elszámolási időszak. Most már május 15-től a következő év május 15-ig tart. Az egyéni fűtéssel rendelkezőknek ilyenkor fontos elvégeztetni a kötelező ellenőrzéseket. Gázkészülékeket az év folyamán a fűtési szezon megkezdése előtt érdemes ellenőriztetni a gázszerelőkkel. Mi a kéményeket ellenőrizzük az egész év folyamán, kollégáink járják a területeket, és ahol be tudnak jutni, ott mindenki ellenőrzik a készülékeket. Szénmonoxid érzékelőt azoknál a készülékeknél érdemes beszerezni, ahol nyílt égésterű kazánok vannak, vagy vízmelegítő, és mindenképpen a kazán mellé helyezzék el ezeket. A kirendeltségvezető hozzátette, a szénmonoxid érzékelők megbízhatósága között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes a magasabb árkategóriájú 10-15 ezer forint körüli készülékeket megvásárolni.